Ne görcsölj rá a különbségekre. A műsor támogatója a Nosban. Most nem tudom, szépen mondjam, vagy... Őszintén. Őszintén. Meg ami kényelmes. Evészavaros voltam. Ezzel nem vagy egyedül. Ha én kétszer szedek, akkor így megnéznek, tudod, hogy úristen, mert megettél egy adagot, és még veszel a kanállal. Nem lesz mindenkinek pénze minden nap szoliba járni, ilyen diétás termékek, olyan diétás termékek. Az a baj, hogy ez már egy ilyen státuszszimbólum. Jól kinézni, jól, tehát hogy és mi a jó, igen. Amúgy, ha akarnál, mehetne edzeni, ehetne kevesebbet, vehetne feltestizáló ruhát, és szerintem erre még rátesz egyet az, ha az ember nő. A Kylie Jenner és a Kim Kardashian és a többi klóntól egyébként... És akkor egy hétköznapi ember így ide teszi a mércét, ami amúgy nem valós, meg nem valódi. Nem létezik. Szia! Szia! Távol vagyok. Nóri. Szia! Szuper. Üdv a stúdióban, én Anna vagyok. A konyhapulton találtok egy receptet. Olvassátok fel, a hozzávalókból készítsétek el az ételt közösen, és ismerkedjetek meg egymással. Jó, vágjunk bele. Hajrá! Vágjunk bele. Mi az általános megközelítésed a konyhában? Honnan indulsz? Úgyhogy nem vagyok otthon a témában. Akkor szerintem jó páros leszünk, mert én viszonylag sokat főzök. Én egyáltalán nem. Nóra vagyok. Jelenleg 23 éves. Teljesen soha nem fogom tudni úgy definiálni magam, mint Nóri, aki nem volt evészavaros. Brokkolis tészta saláta, jó? És ez megfordítható, vagy nézd. Van én is. Dalma vagyok, 25 éves. Én tudom, hogy túlsúlyos vagyok, és amikor kimondom azt a szót, hogy kövér, akkor így lefagy a szoba mindig körülöttem, hogy úristen, ő kimondta. És így miért ez nem egyértelmű? Szeretnéd így feladatra dobni, vagy inkább menjünk együtt minden feladattal? Együtt kell a támasz. Biztos. Sokan ezt ilyen ostorként használják magukra, kövér vagy, le kell fogynod. A mindenféle diéta, amit súlycsökkentésre használunk, ez szerintem egy marketing trükk. A social media hatások mindenkire hatnak, szinte csapból is az folyik, hogy fogyjál le ennyi kilót, mi az ideális testalak, stb. Egészséges életmód területén nem vagyok a legjobb. Most már egyre inkább, de ez nem mindig volt így. Mondjuk szerintem ez egy olyan dolog, amit pont így a 20-as éveiben kezd el az ember egyébként felfedezni. Nekem speciális a helyzetem, mert volt egy hosszabb idő, amíg... most nem tudom, szépen mondjam, vagy... Őszintén. Őszintén. Meg ami kényelmes. Evészavaros voltam. Ezzel nem vagy egyedül. Gyakran azok az emberek kerülnek bele egy ilyen betegségbe, akik nagyon perfekcionisták. És ugye ez rögtön megmutatkozott nekem ott is, hogy megkaptam a diagnózist, jó anorexia, és akkor... de akkor legyek már jó anorexiás, akkor legyek már a legjobb anorexiás. Megpróbáltam egészségesebben étkezni. Jött egy pont, ahol így átfordult. Egy ilyen teljesen egészségtelen dologba. És ez egyébként így akkor kezdődött, amikor így elkezdtem kalóriát számolni. És hát az így egyre kevesebb lett, és egyetem első évében diagnosztizáltak anorexiával. És aztán kezdődött egy hosszú közös időszakunk. Hogyha az ember úgy érzi, hogy az életét nem tudja irányítani, akkor van valami, amit csak ő tud. És ugye az evés az nagyon jó, mert nem nyomhatják le a torkodon, te döntöd el, mikor leszel, stb. Ha az ember így belecsúszik ebbe a spirálba, akkor nagyon nehéz kijönni. Az én esetemben ez 7 év volt. Mekkorára vágjon? Hát figyelj, nézd, amúgy innen puskázhatsz, de egyébként szerintem ízlés kérdése. Ki 4-esbe? Ki hogy szereti. Nem nagyon eszem meg a paradicsomot, úgyhogy jó embert amúgy kérdezem. Amúgy kevés zöldséget eszek meg, de ez pont igen. 19-ben voltam utoljára kórházban, azt nem kívánom senkinek. Vannak olyan részei a pszichiátriának, ahol így nem vesznek ember számba. Sokáig így sem voltam biztosabban, hogy így vagy így sikerül kijönnöm ebből. Meg tudod, vagy nem tudom, hogy tudod-e, de hogy ez az út így nagyon sok visszaeséssel volt tarkított. És akkor neked ez honnan indult?
kicsinek is magas voltam, valamból is ugye termetileg. Aha. De hogy mindig ilyen kis húsi-músi gyerek voltam, de hogy akkor még ez egy ilyen egészséges babahús, vagy nem tudom ezt, hogy lehet szebben kifejezni. Mikor valaki túlsúlyos látnak, mondjuk például engem a TikTokon, nagyon sokan kritizálnak kommentben, nem teszünk különbséget hajszín alapján, akkor miért teszünk különbséget a súly alapján? Úgyhogy így ott általános elején indult, és a suliban én nagyon jól szórakoztak azon, hogy én kilógok a sorból így igazából külsőleg, mert minden egyéb kvalitásomban nem voltam jobb vagy rosszabb. És nyilván ez a piszkálás az oda vezetett, hogy ezt az ember valahol levezeti, mert hogy nem tudta hova tenni, nem tudom, 8 évesen, és ez nekem itt az evés volt. De hogy egyébként így testképzavarod az volt? Abszolút, nem kevés. A túlsúlyos nők, vagy bármilyen módon egyébként a normálistól eltérőnek találja magát a nő, akkor ő úgy érzi, hogy nem tartozik a konditerembe, miközben egyébként egy feltétele van a konditeremnek, hogy kifizesd a belépőt. De még ezt nem tudjuk leküzdeni, hogy szépség egyenlő, vékonyság egyenlő egészség, addig nem lesz body positivity sem. Na, mostanában nem eszek ilyeneket. Ezzel nem vagy egyedül. Amúgy a végletek megvannak, érted? Jön a lángos meg fagyi szezon, úgyhogy szerintem jobb, hogyha most megszokjuk a salátát legalább. Ja, igen. Nyárára. Nem, amúgy, hogy mondjam, szerintem az nem egészséges életmód, amiben nincsen néha ilyen egy kis bűnözés. Jó. Szerintem késznek tekinthetjük. Szeded magadnak? Szedheted nyugodtan, tényleg így bármi jó. Köszi. Szerintem belefék. Pici vagyok. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Kicsit félek. Jelenleg 23 éves, nagyjából 16-17 éves koromban kezdődött az, hogy kihullott a hajam, száraz volt a bőröm, volt egy kis szívritmus zavarom. Tehát, hogy én tudom, hogy túlsúlyos vagyok, és amikor kimondom azt a szót, hogy kövér, akkor így lefagy a szoba mindig körülöttem, hogy úristen, ő kimondta. És így, miért ez nem egyértelmű? Teljesen soha nem fogom tudni úgy definiálni magam, mint Nóri, aki nem volt evészavaros. Szóval az így nyomot hagy az emberben. Az életmód és a fogyás az nem egy csoki turmixtól fog függni, hanem attól, hogy állsz az étellel. És egyébként nagyon sokan küzdenek evészavarral, anélkül, hogy tudnának róla. Hogy érzed a videódat? Milyen volt visszanézni? Amúgy nehéz. De amúgy az nagyon tetszett, amikor így azt mondtad, hogy kimondtad, hogy kövér vagy, és hogy ez annyira hatott, nagyon jó. Tabu téma szerintem, tehát hogy nagyon sok dolog, ami hétköznapi, most a súlytól függetlenül, az ilyen kerülgetjük, mint a forró kását, nem mondjuk ki, miközben amúgy ezzel csak az ismeretlenben és a szürkében tartjuk. Meg tudod, mi a legnagyobb probléma? Szerintem, hogy másképp kezelik az evészavarokat. És hogyha valaki vékony, akkor az nagyon gyakran sajnálandó. És hogyha valaki mondjuk túlsúlyos, akkor meg többször jön az, hogy hát ő tehet róla. Még ellenézendő is az igen, ő hibája. Igen, hogy így, mintha ilyen kettős mérce lenne, vagy nem tudom. Sőt, a vékonyságot egy bizonyos pontig még jutalmazzuk igen, is. Igen, igen, igen. Amikor átlendül egy szerintünk normálisan, igen. Onnantól lesz az, hogy jaj, szegény pára is. És amúgy nekem is így volt, mert akkor így először elkezdtem így fogyni, de csak így nagyon egészséges keretek között, akkor így kaptam a pozitív visszajelzéseket, és aztán így, ó, tényleg ez kell, akkor az így... Főleg, ha még ez saját magaddal szemben is alkalmazod. Tehát amikor, ha fogytam, nem tudom, 5 kilót, veszek magamnak egy szép cipőt, vagy nem tudom, valami, aha. És megvetted a cipőt, és így örülsz magadnak, miközben valahol a lelked mélyén tudod, hogy nem biztos, hogy ez volt a... Nagyon el tud vakítani ez a dolog, mert például nekem úgy volt, hogy kitűztem, hogy mit tudom én, ennyit és ennyit fogyok. Mm-hmm. És akkor így elértem, és akkor azt hittem, hogy akkor majd boldog leszek, akkor minden jó lesz. És akkor elértem, és akkor így 1-2 napig jó volt, és aztán egyre több kellett. Én például sokszor tapasztaltam, hogy ismeretlen társaságban, ha én 2-szer szedek, akkor így megnéznek, tudod, hogy úristen, mert megettél egy adagot, és még veszel a kanállal. És ezt szerintem amúgy nem csak a kövér emberek, de mindenki nem, meg például ez nekem is így van, hogy anorexiásként sokszor ezt úgy éltem meg, hogy így nagyon meg akartak etetni, és hogy én
nem minden esetben, de hogy sok esetben azt éreztem, hogy a saját tehetetlenségüket, meg bűntudatokat, hogy ők nem tudnak nekem segíteni. Uh-huh. Ezt így próbálták így, nem tudom, csökkenteni, vagy ezt az egészet így kompenzálni, hogy akkor így megetetlek, de hogy ez így nem a módja. Vagy áldozatul esel, és te is a most mondjuk magam helyzetéről beszélve, én is azt mondom, hogy fú, hát tényleg undorító vagyok, és utálom magam, és le kell fagynom, és nyomom a csokiséket. Vagy azt mondom, hogy nem, nekem ez nem kell. És elfogadom magam, megszeretem, és utána meglátom, hogy milyen utána, hogy uh-huh. úgy is le akarok fagyni, uh-huh. vagy én most szeretem magam szeretetből, vagy csak azért, mert azt hiszem, hogy ez nem jó, és utálom. Igen, amúgy megtaláltad, szerintem itt a kulcs az így ez, az önszeretet. Erre nem tanítanak, az a baj, szerintem. Nem. Közül meg egyébként csak egy tanár kéne, vagy egy szülő, vagy egy unokatesó, vagy tehát, hogy egy valaki az életedben, aki ezt képviseli, és amikor ezt a mintát benned felismeri, hogy mondjuk te marcangolod magad akármelyik véglete miatt ennek a skálának, akkor azt tudja mondani, hogy figyelj, te elég jó vagy. Igen. Ne izgulj. Meg amúgy én nem vagyok így a tesi ellen, de van mondjuk heti 5 tesi, és jó, de hogy nekünk például nem arról szólt a tesi, hogy szeressük meg a mozgást, hanem hogy szorongt szét az életet, hogy meg tudod-e csinálni. Én már akkor is túlsúlyos voltam, tehát az én teljesítő képességem korlátozottabb volt. Igen. De közben meg, amit teljesítenem kellett, legyen az tanári vagy másfajta elvárás, az nem igazodott ehhez. És nem az volt a cél, hogy az én mércémhez képest a legjobbat hozzam ki, akkor is, ha az gyengébb, mint az átlag, hanem, hogy én felérjek oda, aki igen. amúgy 7-szer úszik egy héten, és nyilván egy izomtorony, és esélyem nincs. Persze, hogy nincs sikerélményed. És utána a gyerek hogy nő fel, hogy nem vagyok elég jó. És utána ez felnőtt korában egy ilyen people-pleasing ördögi kör lesz. Hogy... Van egy ilyen... Egy pszichológus mondta, mondjuk így pont az anyaság perspektívájában, vagyis hogy a kontextusában, hogy nem kell jónak lenni, csak elég jónak. Meg ez nagyon relatív, hogy nekünk mi a jó. Mert lehet, hogy nekem az a jó, hogy diplomás vagyok, a másiknak meg az, hogy csak OK-t végzett, a harmadiknak az, hogy 6. osztályban otthagyta az iskolát. Igen. Mi alapján ítélem meg, hogy mi a jó, hogyha tegyük fel utána a 6 osztályt végzett ember mondjuk többet keres, vagy jobb pozícióban dolgozik, vagy több gyereke van. Mi a jó nekem? Ebben amúgy nagyon el tud veszni az ember. Meg a ranglétrában. Pozíció névben, fizetésben, kocsiban, lakásban, gyerekszámban, mindenben. És akkor ezt kifejthetnénk. Igen. Mondjuk, én már tartok ott, ahol a 30-as éves duma van, nem tudom, hogy te hogy érted, hol vagy a kettő között. Én is inkább. Arra húzol? Nem tudom, én ezt a párkapcsolat dolgot így nagyon nem éltem meg. De hogy nekem ez így jó, de hogy volt az a része, amikor így nagyon magammal voltam elfoglalva. Uh-huh. Meg hogy így nekem például ez a nőiesség, az így egy nagyon nehéz dolog volt, így az anorexia is pont ez az, hogy így megszabadulsz ezektől a nőjegyeidtől, és akkor így... Uh-huh. És akkor nekem ez így kimaradt, hogy én így meg akarok felelni, vagy hogy így tetszeni akarok, hanem inkább az volt, hogy így ne vegyetek észre, nem. Egyébként érdekes, hogy mondod amúgy, mert én nagyon kapcsolatfüggő voltam az elején. Aha. Például nekem így ebben is így a Covid volt egy ilyen lazító erő, hogy ott ugye fizikális korlátai voltak a találkozásnak, és így... De hogy akkor ez így összességében, ezt így pozitívumnak... Nekem abszolút. Hogy a Covidot így eleve abszolút... Mert mint hogy nem a Covidot, ez most nagyon bíjnak. A karantént. A karantént, igen. Az szerintem egy megosztó dolog volt, és vagy nagyon pozitív irányba vitt el valakit, vagy nagyon negatívba, és nekem ez például egy nagyon pozitív lakett volt. Mondjuk, amikor meg ki lehetett járni adott órák között, akkor eljártam sétálni, otthon mozogtam, amikor nem lehetett, egészségesen főztem, uh-huh. és jó érzése lettem meg, nem azért, mert muszáj. Nagyon pozitív lakett volt, és ez így tökre visszajött az oldalamban, a kapcsolatomban, a barátaimban, mindenhol. Tehát ez egy ilyen rugópont volt, úgymond. Nekem amúgy az ellentét, de én nagyon kötődök az egyetemhez, így tényleg így unblock, és nekem így a gyógyulásomban is az egy nagyon biztos pont volt. Uh-huh. És az, hogy az így megszakadt,
az egy nagyon-nagyon fájó dolog volt, és egyébként egy visszaesés lett így az eredménye, úgyhogy én nagyon-nagyon gyűlöltem. Szerintem ebben nehéz igazságot tenni. Testrend. A Kylie Jenner és a Kim Kardashian és a többi klóntól egyébként... Aki idáig jut, hogy, hogy ott neki is problémája van magával. És hogy szerintem, akinek nincs ennyi tudatos belátása erre, azt nem fogja érdekelni az összes többi. És akkor elénk tolnak egy ilyet, ami amúgy nem adja vissza a realitást, és akkor egy hétköznapi ember így ide teszi a mércét, ami amúgy nem valós, meg nem valódi. Létezik. És még nyilván erre rájön az is, hogy 3 millió lájkot kap egy fotóra, akkor az ú, de jó vagyok. És nyilván ez megerősíti benne ez azt, hogy, jellegű. Igen, hogy a lefotoshopolt alakom, az milyen jó. És hogy... Igen, csak a másik oldal azt nem látja, hogy ez amúgy egy lefotoshopolt alak. Vagy ha tudja, azt akkor látja, is hogy... fogyasztja. Igen. Mert divatos. A legszebb az egészben az, hogy ahogy ők kinéznek az utcán, az se úgy néz ki, mint ahogy ők az Instagramon, pedig még az is szét van plasztikázva, töltve, és... nem tudom, fűzőzve, és még mi az Isten lehet ott rajtuk. De egyébként nagyon kevesen, nem azt mondom, tisztelet a kivételnek, mert van, aki a valódi ényét mutatja, de hogy a legtöbben a jókat mutatjuk. Nyilván, de ez egy emberi vonás, hogy igen, persze, ez már az extrém mérték, ez igen. Egyértelmű. És hogy szerintem ez egy egészséges mérték, nincs vele baj, hogy nem a kócos, mink nélkül pizsomás fotót dobjuk ki, bár szerintem ebben sincs egyébként negatívum, csak valahol megértem. De hogy akkor azt már nem photoshopolom szét. Azok a testek, amik így nekik vannak, kell ahhoz, hogy is mondjam, hogy meg kell, hogy engedhess magadnak, mert nem lesz mindenkinek pénze, minden nap szoliba járni, ilyen diétás termékek, olyan diétás termékek, ilyen tabletták, és hogy, hogy is mondjam, az a baj, hogy ez már egy ilyen státuszszimbólum. Jól kinézni, jól, tehát hogy és mi a jó, igen. És igazából itt visszaérünk a körhöz, hogy amúgy, ha akarná, elmehetne edzeni, ehetne kevesebbet, vehetne ja, fel testizálóruhát, de paszki nem akar, akkor hát ez az ő baj. De amúgy valamilyen szinten ez is áldozathibáztatás, hogy például amikor nekem azt mondták, hogy csak enned kéne, mert hogy ennyi. Vagy amikor egy túlsúlyos embernek azt mondják, hogy amúgy csak nem kéne enned, vagy amúgy el kéne járnod kondiba, és hogy a te hibád az, hogy túlsúlyos vagy. És szerintem erre még rátesz egyet az, ha az ember nő. És itt most ezt nem akarom ilyen nem de lekihegyezni, de egyébként szerintem összességében az alkati megítélés a nőkkel szemben sokkal erősebb. Tehát, hogy egy férfinak előbb elnézzük, hogyha nagyon vékony vagy, hogyha túlsúlyos, mint egy nőnek. Meg hát többet a shaming. Igen, de az szerintem viszont tényleg alkattól független. Teljes mértékben mindenkit. Meg nem is csak alkat kapcsolatos, hanem például, ha volt egy ilyen példa, hogy ha van egy nagy paca a fejemen, akkor azt is lehet sémálni, és azt is lehet utálni, és azért is ki lehet rekeszteni, ha én elfogadom, és szeretem, és nem próbálom sapkával hajjal takargatni, hanem én azt mondom, hogy ez vagyok én, akkor az megint fura, mert én kivéptem a sorból. Úristen, sehogy nem van egy paca a fején, és szereti magát Jézusom. Pont most dobott fel a TikTok egy ilyen videót, hogy ha kövér vagy, az nem jó, ha vékony vagy, az nem jó. És így van. Ha élsz nem életed, hanem, tehát, hogy mindenbe bele lehet kötni, és hogy basszus emberek vagyunk most ezt a arany közepet, meg amúgy egyáltalán van arany közé, szóval így kinek mi a... Nyilván az ember magából indul ki a saját értékrendjéből, a saját családi mintáiból, tehát hogy ez egy velünk járó természet, hogy mi a saját világképünket vetítjük ki a környezetünkre, csak néha ezt tudatosan el kell különíteni. És amikor mondjuk, amikor te mesélsz nekem arról, hogy te hogy élted meg az anorexiát, nem kezdhetem azzal, hogy de amikor én ettem, mert kövér vagyok, tehát hogy teret, időt és... energiát kell áldoznom abba, hogy a másik a saját világképét, nézetét, értékrendjét megossza velem, és én azt
abban a minőségben értelmezzem, igen, ahogy ő, igen, megosztja, és ne a sajátommal próbáljam levetíteni, tompítani. Igen. Tök mindegy, hogy valakinek az probléma, hogy sokat eszik, vagy az, hogy nem akar enni, de hogy szerintem ugyanarról van szó. Van ez az atipikus anorexia például, uh-huh, hogy valaki nem felel meg a kritériumoknak, tehát mondjuk nem alacsonyabb a BMI-je a normálnál, és akkor ő már nem lehet anorexiás, mert hogy a súlya az nem csontsovány. Uh-huh. És hogy amúgy ez tök rossz, mert most gondolj bele abba, hogy van egy x kilós ember, aki mondjuk túlsúlyos, és akkor lefogy 30 kilót, de még mondjuk mindig egy kicsivel több a testsúlya, és az így elfelejtjük. De hogyha egy vékonyabb ember fogy ugyanennyit, akkor az lehet, hogy így meghal, és akkor érted, tehát, hogy ugyanazért a teljesítményért, aha, az egyiket óvjuk, és akkor féltjük, és stb. A másiknak meg úgymond nem validáljuk, tehát hogy így hát ez alap, nem fogadjuk el. Igen. De valahol a nap végén még az sem elég. Tehát, hogy nem validáljuk, ezt jól mondod, viszont utána még mindig elvárjuk, hogy de még mindig fogyjál. Tehát, hogy valahol így sosincs vége ennek a körnek, és ugyanúgy, ahogy ha az átlag alkatú túl vékonyra fogy, hiába hízott vissza, most ezzel a szóval élve, normál, hívjuk BMI-nek, de hogy alkatra, az még mindig nem lesz elég, mert akkor ott egy kicsit még mindig féltjük, hogy jaj, megint vissza fog csúszni. Nem függni mások jóváhagyásától. Aha, igen. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog ebben, hogy nem azért csinálod, hogy anya jobban érezze magát otthon, és ne sírjon, igen, hogy bajom van, hanem magam miatt. Igen, amúgy nekem pont ez volt az egyik legnehezebb, uh-huh, és ez egy hosszú folyamat volt. Szedjünk össze pontokat szerintem, hogy... Ami nehéz, hogy ne az identitásod. Tehát, hogy el tud különíteni attól, hogy a betegség nem te vagy. Igen, ez egy jó pont. Bátorítás. Hogy lenne könnyebb? Engedd meg magadnak, hogy önmagad legyél. Uh-huh. Ne akarj valaki és valami lenni, folyamat egy kockába sűríteni bele magad, hanem csak így uh-huh, így engedd el, és egyetértek, adj időt ennek egy kicsit. Ami még eszembe jut, az a tudatosítás. Én amikor uh-huh, legutóbb kezdtem el gyógyulni, akkor már eleve úgy indultam neki, hogy ez nagyon nehéz lesz, lelkileg, testileg is, de hogy így azt mondtam magamnak, hogy ha meg tudtam csinálni azt, hogy hónapokig nem eszek, akkor meg tudom csinálni azt is, hogy eszek, és hogy ezekre így visszanézni, hogy igen, ez egy nehéz nap volt, de hogy így túlendültem rajta, uh-huh, és akkor a következő már egyel könnyebb, vagy egy szinte fokkal könnyebb. Én nekem most beugrott egy idézet, amit most olvastam egy pár órája, hogy megérdemelsz egy olyan világot, ahol nem a betegséget és a szenvedésed tesz különlegessé. És ez nekem úgy, igen, ez nagyon megragadt. De közben meg valahol amúgy ellent mond azzal, hogy mind a ketten a betegségünkből táplálkozva tartalomgyártunk. Ja, igen. Nyilván jó cél érdekében, de hogy jó eszközzel. Azért is mondtam, hogy nem biztos, hogy teljesen szét fogom tudni magam választani ettől a dologtól. Uh-huh. Tehát, hogy valamilyen szinten mindig az identitásom, nem azt mondom, hogy az identitásom része marad, de hogy nyomot hagyott bennem. A történetet. Igen, igen. És egyébként megbocsájtani meg tudtál magadnak, amikor visszaestél? Mert a reakciódból sokszor az jön át, hogy még úton vagy. Hát ez egy nagyon, tehát, hogy... Ez egy nehézség. Dolog. Az utolsó visszaesésem az május. Uh-huh. Jó úton vagyok, de még nem. De büszke lehetsz magadra, mert amúgy megkóstoltad a salátát, és ez egy nagy dolog. Igen, furcsa, hogy most ilyen egészségeset ettem. Most egy kicsit a másik véglet, de hogy nem ilyen beteges módon, csak hogy most így visszaadom magamnak, amit így kihagytam az utóbbi években. Nóri, Dalma, köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Köszönöm, nagy élmény volt, és egyébként még jót is főztünk. Igen. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentben, mi a ti véleményetek, de fontos, hogy ne a szereplőket, a témát beszéljétek ki.
Ha megnéznétek a teljes vágatlan verziót, kattintsatok a leírásba. Köszi, hogy támogatjátok, hogy még több téma és páros érkezhessen a stúdióba. Sziasztok! Ne görcsölj rá a különbségekre! A műsor támogatója a Nosva.